Sziasztok, mert ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Először elmondom a színeinket. E3A4 az előszín, a hátszínünk pedig C6A8 4F. Ezeket hozzáadjuk a custom colorhoz, és kicsire teszem, tehát neki is fogunk. Nyitok egy 900x600-as üres lapot, és kijelölés, vagyis a téglalappal kijelölök egy téglalapot, a kézi beállításokat pedig lesz 0-0, és a szélességünk pedig lesz 300, a magasságunk pedig 600. Oké. Na most réteg úgy üres. Oké. Kijelölést megjelenítem. És a szűrők Meddi vagy Muramajster kluddal hozzáadom a színeket. Az alapbeállítással kitöltöm. Jaj, kitölteném. Egyszer adjak neki egy színt. Így szűrök. Muramajster Klód. Újra hozzáteszem a színeket. Így. És oké. Szűrök elmosás. Gauss elmosás. 50-nel. Leokézta. Szűrők elrejtése. Na most újra a kijelölés, réteg kiválasztás, kijelölés, összehúzás, hát tegyük 3-ra, így, kijelölés, inverse kijelölés, és kitöltjük a mintával, amit a mappába is felraktam, egy aranyszínű Gold Benz, és ezzel kitöltjük a szélét. Kijelölés elrejtése. Na most a torzítással a képünket, tehát így egy kicsit eltorzítjuk, lent is, és fent is. Így, és rögzítés. Na most ez lesz az első lapunk. Most megint kijelölés. Vagyis most megint a téglalappal jövünk. Tehát ugyanazok a kézi beállítású értékek. A 0 és 300-600. Oké. Réteg új üres. Megjelenítem a kijelölést. Kijelölés inverse. Most megint kitöltöm az előszín, a mintáról kiveszem a pipát, az előszínnel szűrök Muramajster Klód. Hozzáadjuk újra a színeinket. Leokéztük. Szűrök, elmosás, Gauss elmosás, és oké. Kijelölés elrejtése. Na most nem érhetjük el, persze. Réteg kiválasztás, kijelölés, összehúzás 3 pixel, kijelölés, inverse kijelölés, és kitöltjük újra, megjelöljük itt a mintát. Újra a mintával kitöltjük, és kijelölés elrejtése.
Na most rálépünk, lemegyünk az első rétegünkre, ezt megkettőzzük, megkettőzés, és a vízszintes tükrözéssel átdobjuk. A második rétegünket pedig középre helyezzük el, így, amit lehozunk a két szélső réteg alá. Na most ezt is kell méretezni, tehát a középső rétegünket méretezzük, lejjebb hozzuk, hogy legyen egyforma a... Valahogy nem jól méreteztem, úgy látszik. Legyen egyforma a másik kettővel. Így. Egyszer rögzítem, aztán majd később még tudok rajta javítani. Most a bal oldalit méretezem, rétegméretezés. Tehát a bal oldalit össze kéne húzzuk egy kicsit, mert túl széles. Így, ja, az arányokat kiveszem, mert ez engem ez mindig idegesít. Úgy, tehát kivettem az arányokat, rétegméretezés. És na most vajon melyiken vagyunk? Hát a közepén voltunk. Na nem baj. Így akkor állítunk a jobb oldalira. Rétegméretezés. És összehúzzuk. Egy kicsit. Majd mindjárt meglátjuk, hogy hogy fog összeilleni a képünk. Így. Hát még. Mindjárt megnézzük. Tehát ezt ide. És most a jobb oldalival ugyanazt. Rétegméretezés. Így, rögzítés. Hát ez egy kicsi játék itten. Mert ugyebár, amikor nem tetszik, tovább méretezzük. Na, ez így most talán jó lesz. Most a közepét méretezem. Kicsit kiebb, így. Na most meg az alja lesz. Még egy icili-picilit feljebb. Tehát ez most így meg lesz, de most középre a kettő közé helyezem el. Tehát így. Na most ezt a három réteget összevonom. Egyesítés az előzővel. Egyesítés az előzővel. És most szabad átalakítással leteszem 90-re. Oké. Okay. Na most réteg új üres. Oké. Okay. És ugyancsak a négyzetten készítek egy ilyen, ahogy a lapokat össze tudjam kötni. Így. Kijelölés. Inverse kijelölés. Ilyen összekötő félét. Így. És most választok, ha behozzuk a kisfiunkat, választunk belőle egy ilyen piros színt. És itt ezt kitöltöm most a piros színnel.
ha megint bennmaradt a minta, tehát piros színnel, és szűrök, textúra, merített papír, szűrök, élesítés, és kijelölés elrejtése. Na most ezt megkettőzzük, ugyebár? Megkettőzés, és ezt áthozzuk a következő, a másik felére is. Hát, ha lehet, középen helyezzük el. Két réteget összevonjuk, és ezt a réteget elhelyezzük az első réteg alá. Tehát látjátok, már mindjárt jobban néz ki. De össze is vonhatom. Tehát egyesíthetem, hogy meglegyen a képünk. Na most mehetünk tovább. Mikor ez már megvan, akkor látjátok, ezt be kell hozzuk ide a közepét. Ezt kicsire kisebbre teszem, mert még néha-néha azért belenézegetek, már elég régen készítettem. Na most egyszer behozzuk, mindent megtaláltok a mintába, a minden lesz, fent lesz, minden kellék, ezt kimásolom, ide behozom. És ezt most méretezem, tehát rétegméretezés. Úgy méretezem, hogy itt így, és most szépen beljebb, még beljebb. Ne lógjon ki a lapunkból. Így, és ez így is ma fog maradni most. Rögzítjük. Na most behozzuk a kisfiút, de azt hiszem az már benn is van valamere. Vajon itt van, tehát ezt kimásolom, ide beillesztem, és veszem szabad átalakítás 90-85, lássuk. Hát, hagyjuk 85-ön, oké, és elhelyezzük a keret alá. Még egy icipicit méretezzünk rajta. Hát ez így pont jó lesz. Rögzítés. Szűrők, élesítjük, így. Adunk neki egy kicsi árnyékot, hát ez így túl nagy. Adjunk egy 50-es átlátsztalansággal. Oké. A keretnek is adunk egy árnyékot. Beállítás. Árnyékoljuk ezt is 50-nel. És oké. Na most a fiúcskát bezárom, a keretet bezárom. Most hozok egy másik kelléket be. Veszem ezt a szélt. Így. Ezt kimásolom, ide beillesztem, és szabad átalakítással teszem 980-ra, a szöget pedig teszem 10-re. Meglátjuk majd, milyen lesz. Hát, ez így nem nagyon lett jó. Tehát visszalépek. Úgy el fogom helyezni, tehát egyszer kisebbre tesszük. Szabad átalakítás 90-80, oké. És most inkább torzítsátok el, hogy ezt a részét lehúzzátok, meg így, és mondjuk itten feljebb körülbelül. Így rögzítjük, és most felvisszük. Tehát még egy kicsit kell rajta méretezni. Látszódjon azért a széle a keretünknek.
Így. Na, mindjárt megnézem, milyen szépen, szépen jól néz ki. Egy kicsit még lejjebb. Így jó lesz. Tehát ti is ezt el tudjátok. Na most ezt megkettőzzük. A vízszintes tükrözéssel átdobjuk. Így át is tesszük. De látom, hogy itt kell egy kicsit méretezni. Bejebb menjünk egy kicsit vele. Így. Egyesítjük a két réteget. És élesítjük. Így. Most megint megkettőzzük. És a függőleges tükrözéssel átdobjuk és lehozzuk ide. Hát még egy kicsit, jó lesz. Most tudjuk egyesítni. Ennek is adunk egy árnyékot. Itt se adunk többet, mint 50. Lehet még kevesebb is jó lesz. Hát, maradjon, lássuk 35-tel. Igen, 35-tel jó lesz, oké. Na most, miután ezt is, ez is megvan, bezárom az ablakot, behozom a következő kelléket, a gömböket. Hát ez túl nagy lesz. Ezt kimásolom. Ide beillesztem új rétegként. Így, tehát látjátok, nagyon nagy. És szabad átalakítással, lássuk, tegyük 50-re egyszer. Na lehet, akkor is nagy lesz, tesszük 40-re, így. Na most, leteszem a szél alá, és torzítok rajta. Így, és így. És most elhelyezem ide. Így. De még azért méretezek, mert nagyon nagynak tűnik. Tehát felfele tudok méretezni. Valami nem stimmel itt. Ezen. Nagyon nem tetszik. Tehát visszalépek, bocsánatot kérek. De vissza fogok lépni, mert nem nagyon tetszik nekem. Inkább szabad átalakítással a szöget teszem egyszer 10-re. Így. A délszög lesz. Dőlés szög lesz 10. Hát elég rég csináltam az én. Ezt hagyom az izéróra. Ja, dőlésszög 10, így. És most elhelyezem ide. Úgy, és még tudok méretezni rajta. Tehát felfele. És egy kicsit így. Na, így hagyom. Remélem, ti szebben meg fogjátok tudni csinálni. És meg lehetom hozni. Így. Na most ezt megkettőzöm. Vízszintes tükrözéssel átdobom. Úgy. És áthelyezem a másik oldalára. Így. Mondjuk egyformán lesznek. Egyesítem a két réteget. Élesítjük. Az élesítéssel. Adunk neki a beállításokkal egy árnyékolást, mielőtt ne legyen túl nagy 30-ra. És oké. Na, ezt is bezártuk. Most nem marad, amint látjátok, minden megvan, nem marad más hátra, mint a hátterünket. Ide
szűrők textúra más. Nem tudom, hogyha benne lesz ez a textúra, nekem benne van a háttér. De így látjátok, hogy fehér-feketében jön ki. Tehát a hátteret egyszer kitöltöm a pirossal. Így. Vagy vegyünk, nem jó lesz ez a piros. És réteg új ürest hozok be. Így. Szűrők. Textúra. Más. És kiválasztom ezt a hátteret, amit majd a mappában megtaláltok. Az átlátsztalanság 20. Na, azt hiszem 50 volt, de majd meglátjuk. Úgy, az arány 100. Csak tudnám beállítani a 100-ra. Hát 99-101, na jó, maradjon 101-en. Tomborítást teszem 4-re, és oké, és nem fog nekem megjönni. Tudjátok miért? Na most megmutatom nektek. Tévedni mindig lehet. Az alsó rétegünket nem töltöttem ki az előszínnel, tehát akkor ezt törlöm, a hátteret pedig megkettőzöm. És most akkor jó lesz. Így, tehát szűrők, textúra, más, és meg is jelent, amint látjátok. Oké, okay. És itt a szűrők élesítés mikrokontraxttal élesítünk rajta. Oké, okay. És szűrők élesítés, erősebb élesítés az 50-nel és a 100-zal. Nem lesz jó. Tehát 25. Hát már nagyon sokat tévedtem. És a 100-zal is lekésztem. Na most. Hát itt egyesítem a kettőt. Na most réteg. Egyesítes minden réteggel. Na te nagyobbra. Hát, hagyjuk így. Na most, kép külső keret behozom megint a gold, megvan gold pads keretek a 3 pixellel, oké. Okay. Tehát ennyi a képünk. Lárakom a szignót. Azt valahonnan be kell hozni. Azt hiszem innen, és meg is van. Így, és ide beillesztem. Már elhelyezem. Egyesítjük. Na most. Jön a feliratunk. A dőlésszög lesz 12, a majestiket azt felraktam, és fehéren, oké, okay, felírjuk, hogy boldog. A félkövér az nem kell, oké, okay. Na most ezt idehozom, ezt konvertálom szövegképrétegként, újra felirat. Karácsonyi. Így, oké. Okay. Ezt is megfogom. És idehoz elhelyezem. Majd utána ezt is konvertálom. És most a a dőlésszög lesz mínusz 12 ünnepet. Oké. Okay.
Ezt meg ide helyezem el. Na most, ezt is persze konvertálom. A karácsonyit, az volt a második feliratunk, ezt egy kicsit kéne méretezni, mert látjuk, hogy kilóg, tehát, hogy nehogy kilógjon a felirat, vagy a... maradhat ez, tehát rögzítés, de megfogjuk, és egy picikét azért lebb lehet hozni, ki ahova szereti, oda helyezi el a boldogot is egy kicsit lebb hozom, és az ünnep maradhatott. Most a három réteget összevonjuk, így adunk neki egy árnyékolást. Hát lesz az x érték 1, y 1 és 100-al, mert feliratunk van, és oké. Okay. Egyesítés az előző réteggel. Kész a képünk, a képméretet beállítom persze 800-ra. Kész a képünk, jó szórakozást kívánok a szerkesztéshez, köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!